A harmadik fejezet, amelyben Mici és Malacka vadászni mennek, és kis híja, hogy menyétet nem fognak. Malacka nagy kunyhóban lakott egy nyírfa közelében. Ez a nyírfa az erdő közepében állott, és Malacka a kunyhó közepében lakott. A háza közelében, rút tetején, egy darab törött lécen ez volt olvasható. Tilos az á. Amikor Robert Gida megkérdezte Malackát, hogy ez mit jelent, Malacka szemrebben nélkül kijelentette, hogy ez az ő nagyapjának a neve, és évek óta egyben az ő családi nevük. Robert Gida vállat vont, és olyasfélét próbált megjegyezni, hogy egy embert nem hívhatnak tilos az á-nak, de Malacka kijelentette, hogy igenis hívhatnak, mert például az ő nagyapját így hívták. Ez volt a neve. Tilos az á. Az ő nagyapjának igenis két neve volt arra az esetre, ha az egyiket elveszteni. Tilos az, ez volt az egyik neve, amit egy nagybátyától örökölt. És á, vagyis átjárás, ez volt a másik neve amit egy átjárótól örökölt. De lehet Ákos vagy Ábrahám is. Megjegyzem, nekem is két nevem van, vetette oda Gida könnyedén. Robert Gedeon. Na ugye, látod, ez is azt bizonyítja, bólintott Malacka. Egy szép téli napon, amikor Malacka éppen a havat söpörte el a házuk elől, ahogy véletlenül lenéz az ágak közül, ott látja Miti Micimackó körbe-körbe járt, és nyilvánvalóan valami másra gondolt. Mikor Malacka rászólt, csak intett neki, és folytatta a körözést. – Halló! – mondta Malacka. – Mit csinálsz? – Vadászom! – mondta Micimackó. – Mire vadászol? – Lábnyomokra mondta Mici Mackó rejtélyesen. Miféle lábnyomokra? mondta Malacka, és lemászott hozzá. Én is ezt kérdezem magamtól. Na és mit gondolsz, mit fogsz felelni a kérdésedre? Kitérő választ fogok adni egyelőre, mondta Mici Mackó. No, most ide néz. Egyenesen lemutatott a földre, lába elé. Mit látsz itt? lábnyomokat, mondta Malacka, sőt azt hiszem karmok nyomát. Füttyentett. Tű, Mackó, lehetségesnek tartod, hogy ez egy, egy, egy mennyét? Lehetséges, mondta Mackó. Néha mennyét, néha nem mennyét. Az ember soha se tudhassa ezeknél a lábnyomoknál. E szavak után folytatta a nyomozást, és malacka egy-két percnyi tűnődés után utána lódult. Miti Macó hirtelen megállt. A nyomok fölé hajolt és megrezzent. – No, mi az? – kérdezte Malacka. – Csodálatos dolog – mondta Mackó. – De most már két élő lény nyomait látom. A másik, akárki legyen az illető, csatlakozott az elsőhöz, akárki legyen az illető és most mind a ketten együtt folytatják útjukat. Malacka, tedd a kezed a szívedre, és mondd meg őszintén, kitartasz-e mellettem abban az esetben is, ha kiderül, hogy ellenséges fenevadakról van szó. Malacka nagyon kedvesen lebegtette a fülét, és azt mondta, hogy péntekig nincs különösebb elfoglaltsága, és hogy szívesen áll rendelkezésére, ha kiderül, hogy az illető csak ugyan menyét. Úgy érted, ha kiderül, hogy két menyét? Lehet, hogy a menyét magával hozta a menyét is, jelentette ki ünnepélyesen Mici Mackó, de Malacka ragaszkodott hozzá, hogy semmi hiba, ő neki péntekig nincs fontos dolga. Így hát együtt mentek tovább cserjebozót volt a közelben, és a két menyét lábnyoma, mintha a bozót körül húzódott volna. És hát Mackó és Malacka körben követték a nyomokat. Közben Malacka átjárás nevű nagybátyjáról mesélt Mackónak, hogy szegényke élete utolsó éveiben mennyit szenvedett az asztmától és egyéb érdekes dolgokról. Amin Mackó nagyon csodálkozott, különösen, mikor megtudta, hogy mindenkinek két nagyapja van. Utólag gondolt rá, hogy az egyiket elkéri Malackától, de minden esetre előbb megkérdezi Robert Gidát. Közben a nyomok nem szűntek meg. Nem szűntek meg. Mackó hirtelen megállt, és izgatottan mutatott a földre. Ide néz! Hová? kiáltott malacka, és nagyot ugrott ilyettében. De rögtön észrevette, hogy gyávaság volt így megijedni, tehát még egyet-kettőt ugrott, jelezve, hogy ő ezt csak torna gyakorlatgyanán teszi. A nyomok, mondta Mackó titokzatosan, a nyomok, egy harmadik élőlény csatlakozott hozzájuk. Mackó, kiáltott Malacka, Lehetséges, hogy egy harmadik menyét? Nem, mondta Macó, ezek másféle nyomok. Vagy két menyét és egy harmadik, de az is lehet, hogy egy menyét és két ürge, vagy két ürge és egy menyét. De az is lehet, hogy három menyét és semmi ürge. Folytassuk a cserkészést. Így hát folytatták, valamivel nyugtalanabbul, mert most már valószínű volt, hogy ellenséges fenevadakról van szó. És Malacka titokban nagyon szerette volna, ha tilos az átjárás nevű nagyatja most itt lenne. Mackó pedig arra gondolt, milyen szép is volna, ha Robert Gida most váratlanul és véletlenül előbukkanna, de igazán csak azért vágyott erre, mert nagyon szerette Robert Gidát. Azért Miti hirtelen megtorpant, és megnyalta az orra hegyét, mert nagyon melegnek érezte, melegebbnek, mint valaha életében. Most már négy lábnyom húzódott előttük a földön. Ide néz, malacka, még egy menyét! És úgy látszott, csak ugyan igaza van. A nyomok megvoltak, keresztezték egymást, de határozottan négy pár lábnyom volt. Úgy gondolom, mondta Malacka, aki szintén megnyalta az orra hegyét, de ez nem könnyített a lelkén. Úgy gondolom, vagyis ennyi csak most jut eszembe, most jut eszembe, tegnap elfelejtettem valamit, amit holnap már nem végezhetek el. Sajnos úgy látszik, kénytelen leszek hazamenni és elintézni elintézett délután, és én segítek, mondta Mici Maczkó. Nem olyan munkáról van szó, amit délután el lehet intézni, vágott közbe Malacka gyorsan. Tudod, délután a hivatalok is zárva vannak. Ez egy különleges reggeli munka, amit kizárólag reggel lehet csinálni. Úgy körülbelül nyolc és izé között. Hány óra lehet most? Tizenkettő, mondta Mackó, és a napra nézett. No, igen, ahogy mondtam, tizenkettő és izé, tizenkettő és fél tizenhárom között, vagyis, tehát, édes öregem, megbocsátasz, ugye? Mi az? Hová bámulsz? Mackó az égre bámult, és amikor újra hallotta a füttyentést, arra kapta a fejét és egy nagy tölgyfa ágai között megpillantotta barátját. – Robert Gida! – kiáltott fel örömmel. – No hisz, akkor rendben van! – könnyebbült meg Malacka. – Akkor biztonságban vagy! – Rohanok! – és már futott is haza, nagyon megnyugodva, hogy túl van a veszélyen. Robert Gida lemászott a fáról. Csacsi öreg medvém, mondta. Hát mit csináltál? Előbb kétszer egymás után megkerülted a cserjét, aztán Malacka után szaladt, aztán megint kétszer megkerültétek, és éppen a negyedik körbe fogtatok bele. Várj csak, mondta Mici Mackó, és mancsai közé fogta a fejét. Leült, gondolkodott. Nagyon erősen gondolkodott. Aztán beillesztette a talpát az egyik lábnyomba. Kétszer megdörgölte az orrát, és felállt. Úgy van, mondta Mici Mackó. Most már világos, tette még hozzá. Nyilvánvaló, hogy félre voltam vezetve. Meg fogom vizsgáltatni az agyvelőmet. Úgy látszik, ráment az influenza. Te a legédesebb és legjobb Mackó vagy a világon, mondta Robert Gida vigasztalóan. Ugye? mondta Mackó reménykedve, és aztán hirtelen felragyogott. Adj velő ide, adj velő oda, mondta, már kész van az ebéd. Ebben megegyezve hazamentek.